az EB-n a negyedik hely az mikor volt? Tehát először 1972-ből előtte volt egy ilyen előcsatározás, hogy tehát beosztottak bennünket egy cselédszerű csoportba. Franciaország, Norvégia és Bulgária volt. Tehát ez ugye a magyar közvélemény szerint is, tehát ez egy olyan csoport, amit venni kell. Vettünk is. Tehát a franciáknak annyi esélyük nem volt, mint Szálasinak a népbíróság előtt. Tehát az biztos, hogy tehát bejutottunk a legjobb 8 közé. Na és utána írt a Nemzeti Sport, kérem, hogy a baráti Románia lesz a következő ellenfelünk. Erről jut az eszünkbe, ugye Sándor, hogy akinek ilyen barátai vannak, ellenségre már nem is nagyon van szüksége. Világos. Igen. Az első meccs Budapesten volt, 1-1 volt, és egy romániai csapatban egy magyar úriember, Szatmári Lajos egyenlített itt a Népstadionba, és minek következtében annak utána ő cigánykereket hányt, olyan boldog volt, és csókogatott a stadion, Népstadionnak a kilincsét, mondják. És akkor a erdélyi magyar szurkolónak egész más volt a véleményük, kérlek szépen, nevezetesen az, hogy szétverték a házat, a Szatmári Lajosunknak. Szétverték a házat. Utána jött a visszavágó. A visszavágó előtt a Margit szigeten voltunk edzőtáborban, jön hozzám a Rudi bácsi, hogy Lajoskám, játszani kell, nem lesz-e lámpalázat, mert Rudi bácsi, én úgy nézek ki, tehát úgy nézek ki a lámpalázat, tehát mondom, én küldtek is rác vagyok. Azt elintézik, hogy ez a 65 ezer őrült, mert 400 ezer jegyigénylés volt, nem fog betörni a pályára, probléma nem lesz. 400 ezer, mert akkor még az volt, soha nem győzött Románia Magyarország ellen. Ülünk a taktikai értekezleten, a szövetségkapitány Rudi bácsi vázolta a tennivalókat, elemezte a játékosokat, az ellenfél játékosokat, és egyszer csak képzeljük el, hogy itt van a beárat, nyílik az ajtó, hárman bejönnek, egy hölgy, két úriember ott áll az ajtóba, a hölgy jön a kör közepére, ismerette Ilovszky Rudolfot, és a szövetségi kapitány fordulva szépen tiszteleteljesen köszönt, és hogy Ilovszky úr, Erdélyből jöttünk, még egyszer köszönt, és ha megtetszene engedni, egy-nány gondolatot a fiúknak. Ilovszky meglepetésébe hirtelen tűnt a fiú vagy lány. Kérem, világ élete egy úriember, parancsoljon, hölgyem. Mondja, hölgy, milyen tisztelt uraim, Erdélyből jöttünk. Holnap óriási mérkőzésre van kilátása augusztus 23-a stadionba, azért augusztus 23, akkor álltak át a oroszok oldalára, a németek, a mi oldalára, egyik oldalára a másikra. Maradjunk annyiba, átálltak az oroszok oldalára. Tehát igen, augusztus 23. És azt mondja, itt sok minden előfordulhat, egy nem, hogy a magyar nemzeti válogatott itt Bukarestben vereséget szenvedett. Akkor ott lent, annak a 2,5 millió, úgy mondta, 2,5 millió magyarnak, nem lesz maradása. Képzeljék azt el, amikor Vitrai elkezdi a televízióba a közvetítést, amikor Szepesi elkezdi a rádióba a közvetítést, amikor a himnusz akkordjai felcsendülnek, képzeljék ott lent, minden ajtó, ablak tárva, és minden rádió maximumra, minden televízió maximumra sófa bömböli a himnuszt, és bömböli a közvetítést. És akkor összetették a kezét, a mindenható Istenre kérem magukat. De a mindenható Istenre kérem magukat, jó hogy pap, tegyenek bennünket te büszkévé. Is lennél. Te legyen, várja, az, a így, én úgy mondom, hogy a és akkor 2-1-re vezetünk ott 2-1-re, 11-est ad a bíró nekünk. Most képzeld ezt a bírót. Tehát nem volt neki tanácsos mamajába, kérlek szépen, helyet foglalni. 2-1-nél 11-est adott nekünk, és képzeld el, a csapatkapitány azt mondja, nem merem vállalni, Rudi bácsi. Micsoda? Tehát nem lehet. Miki? Nem lehet. Tehát ki, semmi másodpercet el kell dönteni, valakinek rúgni kell. Az nem lehet, hogy nem rúgjuk a 11-est. Kis Kocsis Lajos megfogta a labdát, Rudi bácsi, én rúgom. Letett a labdát, ez a nagy debella, kérlek szépen, kapus, kifogta. Radukán. Kifogta. Na most már kár kettő lett. Magyarul harmadik mérkőzésre volt szükség. Villám gyorsan a mérkőzés után azt mondták, kérem, hogy két várost kitaláltak, ami közel van, Belgrád és Isztambul. Egy gyönyörű hölgy fogta kezébe a kalapot, és benn volt egy Isztambul, és benn volt egy Belgrád papírocska. Mit húzott ki? Isztambul. Belgrád. Partizán stadionban volt a meccs. Az emléke itt van, kedves Sándor, itt van az emléke, ahogy mondom. A lényeg a dolog, ott teltház előtt győztünk 2-1-re, és volt egy eset, második félig közepén elgurítottam a labdát az egyik védő mellett, és meg akartam kerülni. Deleánúnak hívták ezt az úriembert, belém futott,
Ennek következtében három foga kihullott, és utána lehúzták a pályáról. Én ömlött a vér a fejemből, de Rudi bácsi jön hozzám, Lajoskám, megy, menni fog. Mi a semmi gond? Tovább, csak tegyenek valamit rá, és akkor megyek tovább. Harcoltam, küzdöttem, kérlek szépen, győztünk kettőre, és másnap, kérlek szépen, a erdélyi újság azt írták, hogy nem csoda, hogy Delán úrnak kérem, kihullott három foga, hiszen kőbe harapott. Az én voltam.